Elegánsan kiöltözött végzősök az Újpesti Bródy Gimnázium előtt május 4-én, hétfőn, a történelmi magyar érettségi előtt. Az izgalom, a találkozás öröme hagyományos, a kezdés időpontja és a vizsga körülményei azonban már nem azok, amit a maszkok és a gumikesztyűk is jeleznek. Ezen a héten országszerte rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kerül sor a vizsgákra, amelyek a szokottnál egy órával később, 9 órakor kezdődtek, egy teremben pedig legfeljebb 10 diák ülhetett, legalább másfél méter távolságra a másiktól. A vizsgák minden résztvevője kapott egészségügyi védőfelszerelést, és ebben az újpesti önkormányzat is segített. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy minden iskolához, ahol jelenleg érettségit fognak tartani, egy-egy képviselőnk, illetve aktivisták mentek el, hogy aki ahova, ahol szükséges, illetve aki kéri, annak tudunk biztosítani egy-egy szájmaszkot, ez egy FFP2-es szájmaszk, valamint gumikesztyűt. A diákok pedig így felszerelkezve, a biztonságos távolságot betartva indultak a termekbe, amelyeket előtte mindenhol fertőtlenítettek. Ha a körülmények nem is, a feladatok olyanok voltak, mint eddig. A könyvek történetéről, olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot, majd a sportról és testnevelésről szóló érvelést, vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levelet kellett írniuk, műelemző feladatként pedig egy Fekete István novellát, illetve egy Arany János és egy Tóth Árpád vers összehasonlítását választhatták. A legtöbben, úgy tűnik, az érvelős feladatra és a novella elemzése csaptak le. Ezt már a Babits Mihály Gimnázium megkönnyebbült végzőseitől tudjuk, akiket a vizsgáról kijövet kérdeztünk. Mindenképpen a verselemzést tanám, hogyha értenék a versekhez. És egyből a novella elemzést választottam. Meg se fordult a fejébe, hogy Tóth Árpádnak, Arany Jánosnak neki esett? Nem, az a helyzet, hogy sosem voltam igazán jó a verselemzésben, úgyhogy nagyon fellélegeztem, amikor megtudtam, hogy lehetett novellát is választani. Köszönöm. Érvelt vagy levelet írt? Érveltem. Azért választottam az érvelést, mert kiválóan tudok kötekedni, úgyhogy itt otthon éreztem magamat. Ennek a fiatal hölgynek is a Fekete István novella jött be. Az volt a címe, hogy Tolvaj, úgyhogy igazából egy kisfiúról szólt, akinek az emlékeit és a gyerekkorát nagyban meghatározta egy helyszín, egy nagybátyja által rendbe tartott kert és helyiség, ahol nagyon sokat játszott, és nagyon sok élmény érte, úgyhogy ezekről az élményekről írt rá, és nekem hát ezeket kellett kivesézni, elemezni, úgyhogy hát azt hiszem, hogy jól sikerült. És a többiek is, akiket kérdeztünk, így érezték. A legtöbben azt mondták, a magyar érettségi könnyebb volt, mint várták. És úgy tűnik, az sem okozott gondot, hogy bizony máshogy kellett készülniük, mint tervezték. Sokkal jobban úgymond be tudtam osztani az időmet, és célzottan tudtam figyelni a gyengeségeimre, amit még igyekeztem ez alatt az idő alatt az érettségire megerősíteni. És megkaptuk a sikeres érettségi receptjét is. Nem túl bonyolult. Otthon nagyon nehéz tanulni. Viszont, hogyha valaki tényleg eltökélt, hogy rendesen megírja ezt az érettségét, és felismeri, hogy mennyire fontos, akkor neki áll komolyan tanulni, mintha csak az iskolában lenne. Hát ennyi. Aztán, hogy működik-e kedden és szerdán is, amikor matekból, illetve töriből írnak majd a végzősök, majd kiderül. Mi minden esetre kitartást, valamint kéz- és lábtörést kívánunk minden maturandusznak.